különleges felvonulást is láthattak azok, akik ellátogattak Babarcra. A Baranyai településen idén 6. alkalommal rendezték meg a Babarc Fesztivált. Ennek keretében egy sváb esküvőt elevenítettek meg a helyiek a kikéréstől egészen a lakodalmas menetig. A menyasszony és a vőlegény a való életben is jegyesek, és mindketten vettek már részt hagyományos esküvőn. Mind a ketten faluról származunk, tehát nálunk ennek nagy tradíciója van. Itt Babarcon is az elmúlt 5 évben körülbelül egy 7-8 lagzin voltunk, ami hasonló a forgatókönyv. Nagyon szeretjük mi ezt a hangulatot, ugye svábok vagyunk mind a ketten, svábnak valljuk magunkat, és igen, ez, ilyenkor érezzük jól magunkat, amikor ilyen lakodalomban részt vehetünk. Barnabás és párja a kérdésünkre elárulták, hogy hasonló esküvőt terveznek a közeljövőben. Hát én úgy gondolom, hogy igen, tehát mi ragaszkodunk ezekhez a hagyományokkal, szeretnénk továbbvinni ezeket a hagyományokat, és ezeknek a ruhában, de igen. Nem pont ebben a ruhában, de úgy gondolom, hogy ezeknek a lakodalmaknak van a legjobb hangulata. Pont a testvéremék is eljátszották itt Nagynyárádon, és mi részt is vettünk szintén ebben, én is beöltöztem, és teljes mértékben tartjuk a hagyományokat, és szeretjük. A fesztivált a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, számukra fontos a hagyományok ápolása. Mi igyekszünk a német önkormányzat tagjai, mi célul is tűztük ki ezt magunk elé, hogy a sváb hagyományokat megpróbáljuk megőrizni, feleleveníteni, és hát ugyanígy, ahogy most ma délelő vagy délután kezdtük ezt a lakodalmas menetet, így zajlott ez valamikor is, hogy a vőlegény jött a otthonából, elment a lányosházhoz, ott megint a kikérő, és akkor utána vonultak együtt a templomba az esketésre, és azután természetesen a kultúrházba, ahol a lakodalom zajlott. Menet közben pedig, ahogy most is látni lehet, hogy az asszonyok egy ilyen nagy kosárba süteményt osztogattak az utcán, ugye nem mindenki volt hivatalos a lakodalmakba, akkor azok süteménnyel lettek kínálva a nézők, és a férfiak pedig bort osztogattak. A településen számos hagyományőrző csoport tevékenykedik. Nekik köszönhetően zenés, táncos programokat is láthatott a közönség. Vannak a kultúrcsoportjaink, a kórus, aki a népdalokat gyűjti össze, és azokat próbálja megeleveníteni és életre hívni. Tánccsoportjaink idősebb néniktől tanulták meg a lépéseket, úgy állították össze a koreográfiákat, olyanok vannak, amiket itt Babarcon gyűjtöttek például, és a zenészek is babarci szerzők műveit adják elő még a mai napig is, mert Babarcon hát évtizedek óta hagyománya fúvós zene. Mindig azt mondták, hogy minden második ember Babarcon zenész. A kulturális előadások mellett pedig nagy hangsúlyt fektetnek a népviselet megőrzésére is. Így a legtöbben hagyományos öltözékben vettek részt a fesztiválon. Az én ruhám az a szomszéd faluból való, ugyanis ez anyósomnak a ruhája. Azt örököltem, és ő a szomszéd faluból, Kisnyarádról származott, és ott egy kicsit másabb volt a ruha ugyanaz volt, csak ott a szoknya az ilyen rakott, és itt Babarcon nem rakott volt, hanem a sima szoknyák voltak jellemzőek. A Babarcra látogatók tehát megismerkedhettek a helyi sváb szokásokkal, néphagyományokkal, ételekkel, de azt is megtapasztalhatták, milyen egy igazi sváb lakodalom.